Ezúttal most nem egy újabb EcoTank készüléket tesztelünk, hanem összefoglaljuk nektek mindazt, amit az előző videóban bemutattunk. Ebben az üvegben 66 darab tintapatron van, ami gyakorlatilag egyenlő mennyiségű festék, amit mi a készülékhez mellékelünk. Egyszerűen csak helyezd rá teljesen lazán, nem kell nyomni, nem kell csavargatni, ennyi. Csak hagyd, hogy a gravitáció tegye a dolgát. Oké, ennyi. Ennyi. Hallom, engem is meglepett, amikor megelevenedett a szemem előtt a lézernyomtató, illetve az M3170-es tesztnél az a hatalmas papírtömeg. Mindig azt hittem egyébként, hogy a lézer az az olcsó megoldás. A mi készülékünkben semmilyen kopó alkatrész nincsen a hőmentes technológiának köszönhetően, míg egy lézer esetében pedig ugye például dobegységet kell cserélni időnként, és egyéb karbantartási igényei is vannak. Ezzel meg vagyunk, el se hiszem, hogy sikerült kinyomtatnunk ezt a 2 méter hosszú gyönyörű panorámaképet, nem is tudom, hogy hogyan fogjuk, hogy lássátok, szerintem tegyük le ide a földre. A Smart Panel alkalmazásnak köszönhetően okos eszközről vagy táblagépről tulajdonképpen bárhonnan tudunk rá nyomtatni. Tudod, viszont én közben kaptam egy szerződést e-mailben, amit ki kéne nyomtatnom és alá kéne írnom, illetve visszaszkennelnem, hogy ezt addig meg. Ennyi volt a tesztsorozat, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!